géniusz, mondta Napóleon, üstököshöz hasonlóan megvilágítja századát, hogy aztán elhambadjon, feledésbe merüljön. A 15. század két óriással is megajándékozta Magyarországot. Apa és fia európai formátumú politikus és hadvezér volt. Hunyadi Jánost és Mátyást már életükben legendák övezték. Európa szerte róluk szóltak a krónikák, róluk zentek a dalnokok, rengeteg a róluk született népmese, népdal Szerbiában, Bulgáriában, Horvátországban, Boszniában. Nem voltak ők szent életű emberek, noha környezetükből utóbb kerültek ki szentek. Gyarló, esendő emberek voltak a hunyadiak, ám rátermettségük, a haza védelme és gyarapítása iránti elszántságuk a legnagyobb magyar hősök sorába emelte őket. Történelmi utazásunkkal egy vérbeli közép-európai család nyomába eredünk. Visszatérünk a múltba, hogy a hunyadiak példáján tanúságot szolgáltassunk a jövőnek. A Hunyadi ház dicsőséges fölemelkedéséről, diadalmas szárnyalásáról és szomorú végzetéről több mint fél évezred táblatából is van, és érdemes mit mondani. Okuljunk-e történetből mindannyian? A hunyadiak származását titkok lengik be, rejtélyek födik. Nándorfehérvártól nem messze, Végszentrővel átellenben, mely két város oly fontos lesz a hunyadiak életében, no itt, a Duna alsó folyásának bal partján üledeznek Kebevárának lassan eltűnő romjai. Egykor szigeten meredeztek Kebe falai, a Duna egyik ága ölelte. Kebe, másképpen Kovin nevét, nyelvészek a latin Covinium szóból eredeztetik, és egyes kutatók szerint Covinium szigete megegyezik a korabeli olasz krónikások által emlegetett és Corvinusnak nevezett alsó-pannóniai Duna-szigettel, ahonnan a hunyadiak leggyakrabban emlegetett Covinus, Corvinus nevüket nyerték. Tudósok azt mondják, a sziget valójában a Corvinus nevet viselte, ami latin nyelven hollóst jelent. Innen a holló a hunyadiak címerében. Mátyás király itáliai történetírói egyenesen ősi latin család leszármazottainak tekintik a hunyadiakat. Pietro Ranzano magyar forrásokra hivatkozik a hunyadiak idejében írt krónikájában. Oláország mellett fekszik egy megművelt sziget, amit a Duna elágazása alkot. Ezt Corvinának nevezik. A lakosság urai a Corvinus nevet őrzik ma is, mert őseik a római Corvinusoktól származtak. Úgy tartják ugyanis, hogy Nagy Konstantin császár e sziget kormányzatát egy bátor férfira bízta, aki a Corvinusok ősrégi nemzetségéből született, és azt hiszik, hogy innen ered a sziget neve. A római történetírók körében ismeretes az a jeles hőstett, aminek jóvoltából a Corvinus nemzetség magának nemes és örök melléknevet érdemelt ki. Amidőn egy alkalommal Marcus Valerius a hazáért párbajt vívott egy gall nemzetiségű emberrel, az Isten valami új, azelőtt sosem látott segítséget nyújtott neki, amelyen ragyogó győzelmet nyert, ugyanis sisakjára egy holló, latinul Corvus telepedett, s szárnyával, karmával csapkodta a gall szemét, hogy rosszul lásson. Valerius a galt megölvén Corvinusnak neveztetett. A Corvinus nemzetségből származott János egy cseppet sem fajult el őseinek erényétől. Így volt-e vagy sem? Mátyásnak akartak-e kedveskedni pártfogolt olasz írói az ősi főúri származást igazoló mondával, avagy hiteles adatokra támaszkodva az igazságot jegyezték le, nem tudjuk. Hunyadi, azaz Corvin vagy Corvinus János ősi latin származását utóbb a költő Zrínyi Miklós is elfogadta. De a Mátyás király életéről való elmélkedéseiben Hunyadi János törvénytelen származásának legendáját is megemlíti. Bonfénius rómaiaktól, a régi tündöklő Corvinusoktól hozza ki a genealógiát. El is hittem, hogy úgy vagyon. A magyar írók pedig nem egyeznek vele ebben, hanem hogy Zsigmond királytól és egy bujér asszonytól való volna, nem törvényes házasságból, hanem szerelem gerjedésiből. Ha így volna is, nem volna ebben mit szégyelni. Nagy Sándor ugyan bánta, hogy Fülep király fiának mondják vala, inkább akarta rendetlen Líneán is Jupiter fiának mondattatni, hogy sem igaz házasságból szállani. Amaz erős vitézségű Herkules kifia volt, Jupiteri. Sok száz másnak, vitéznevi főembereknek eredetét nem tudjuk, fabulákkal támogatván tudatlanságunkat. Így ha Hunyadi János is régi időkben élt volna, atyául Jupitert adják, vélvén a régiek, hogy csak nem lehetetlen embertől fajozni annak,
akinek jó cselekedetei nagyobbak más embereknek rendinél. Heltai Gáspár híres középkori krónikás terjesztette el a történetet, hogy Hunyadi apja Zsigmond király lett volna, anyja pedig egy havasalföldi bojárlánya, Morzsinai Erzsébet. Zsigmond király Erdélyben időzvén, dévai táborában elrendelte szolgáinak, hogy hozzanak éjszakára egy csinos asszony személyt. Morzsinai Erzsébet, ha létezett, innen a dévához közeli Marzsináról származhatott, e helyről kapta nevét. Mikoron elhozták volna a leányt, és királlyal szönbe állana estve, mondá a királynak: felséges uram, én nemes leán vagyok, az Morzsinai nemzetből való. Ha velem közösülni akarsz, egyült meg terhesülök tőled, mint lönne annak utána magamnak és az én magzatomnak dolga. Mondá Zsigmond király, ha megterhesülsz tőlem, gondom leszen reád, és szép jószágot adok te néked és magzatodnak. Nemzetségedet is jobban megnemesítem, és nagyobb méltóságra viszen. Így is lesz. Heltai szerint a szép Morzsinai áldott állapotba kerül. A havas elvéről hazatérő király egy gyűrűjét adja neki, hogy az oltalmazza, és majdan jelenjék meg születendő gyermekével a királyi udvarban. Hamarosan megszületik a kis Jankula. Heltai így nevezi Hunyadi Jánost, akit egyéb iránt a bolgár népköltések is Jankulaként ismernek. Egy nap majdnem baj történik, mert egy holló kiragadja a kis Jankula kezéből Zsigmond király gyűrűjét. Pedig anélkül Morzsinai Erzsébet nem tudná igazolni, hogy az ő gyermeke a király fia. Kétségbe esetten hívja bátyját, Gáspárt. Íme tehát a holló ott vagyon a fán, és praktikál a csőrében a gyűrűvel. Morzsinai Gáspár mindjárást egy nyillal hozzá aránzza, de a nagy hertelenkedésbe hibát tűn, és nem találá el az hollót. Más nyilat vén, és avval mellbe lövé az hollót, hogy az gyűrűstől aláesik. Így került volna a Hunyadiak címerébe a kis híján balvégzetet hozó holló a gyűrűvel, amely aztán még oly sokszor fölbukkan egy évszázadon keresztül a várfokokra plántált hunyadi zászlókon, mennyezetek falán, kastélyok homlokzatán. Heltai azt tartja, Zsigmond utóbb udvarába hozatta a Jankulát, aki ott nevelkedett, és a fenséges apjától birtokul Hunyadvárát kapta. Fönnmaradt egy királyi adománylevél, amely 1409. október 18-án Serbe fia Vajknak, Hunyadi apjának érdemei elismeréseként Hunyadvárát ajándékozza. Mégsem zárhatjuk ki, hogy Hunyadi János Zsigmond király természetes gyermekeként látta meg a napvilágot. Ezt a hunyadi rokonsághoz tartozó Liszti János veszprémi püspöktől tudjuk, aki följegyezte. Mátyás király sohasem szégyelte bevallani, miszerint Zsigmond király sarjadéka. Minden esetre különös, hogy Hunyadi János apjának, a havas elvei származású Vajknak, másképpen Vojknak, egyszerre egy időben két János nevezetű fia is volt. Ez hiteles adat, olyannyira, hogy a gyulafehérvári székesegyházban a nagy törökverő Hunyadi János mellett annak balján látható öccse, az ifjabb János síremléke. Ugyan mi oka lett volna Vajk vitéznek, hogy mindkét fiát Jánosnak nevezze? Ha csak az nem, hogy így kívánta érzékeltetni, az ő valódi fia az ifjabb János. Az idősebb csak nevel gyermeke. Büszke havasalföldi főúrak utódaként Vajk, Zsigmond udvari vitéze uralkodója kérésére, utasítására talán feleségül vette Morzsinai Erzsébetet, törvényesíthette a kis Jankulát, vagyis befogadta, felnevelte. Hunyadi János utóbb nem nagyon emlékezett meg apjáról, talán sohasem voltak túl közeli viszonyban. Apja dacból, büszkeségből adhatta később született saját fiának a János nevet. A nagy Hunyadi János öccse, a kisebbik János, szintén híres törökverővé verekedte magát. Hunyadi János oldalán harcolt, még erdélyi méltóságot is közösen viseltek. Fiatalon elesett, Hunyadi János meggyászolta, hatalmas hősként temette el. Az is különös, milyen szédületes gyorsan tűnt fel Hunyadi János csillaga. Már ifjú vitézként mindig Zsigmond legszűkebb kíséretéhez tartozott. De azt sem tudjuk pontosan, mikor és hol született a hős. Az ősök innen, havasalföldről, másképpen havas elvéről származhattak. A 14. század vége felé a török közelettére az Erdély és az Alduna közé szorult havas elve uralkodói ide-oda pártolnak attól függően, hogy éppen a magyar király vagy a török szultán hadai vannak közelebb hozzájuk.
Egy ilyen fordulat nyomán menekülhetett el Havas Elvéről Hunyadi János apja, vagy nevelőapja, Vojk, magyarosan Vajk. Akkoriban nevezetes Havas Elvi főrangú családok gyakorta nyertek menedéket a szomszédos Magyarországban. Túróci János, a Hunyadia kritikus tollú krónikása is Havasalföldet jelöli az első erdélyi nagybirtokukról később Hunyadinak nevezett Vajk vitéz és testvérei szülőföldjéül. Sőt, szerinte a törökverő Hunyadi János is Havas Elvéről vándorolt be szüleivel együtt. Élt ekkor az országban egy bátor vitéz, Havasalföld népének nemes nevezetes szülöttje, Hunyadi János. Harcos férfiú, aki fegyverforgatásra és hadak vezetésére termett. Amiként a halaknak életelemük a víz, a szarvasoknak az árnyas erdő, úgy volt neki életeleme a fegyver és a hadivállalkozás. Ezt az embert a gondviselés egyenesen az égből küldte, és hozta idegen tájról Magyarország vidékére, az ország jövendő védelmére. Túróci mester állhat legközelebb az igazsághoz. Hunyadi származását a Balkánon is vitatják. A szerbek szerint Lazarevics István szerb fejedelem és egy magyar nő szerelmének gyümölcse. Ők Jankó Szibinyáninnak, Szebeni Jánosnak nevezik Hunyadit. A mai román történetírás Hunyadit, sőt fiát, Mátyást is románnak tartja, mintha fontosabb lenne a születésük életpályájuknál. Bajcsi Zsilinszky Endre Mátyásról írt művében haragosan kikel az ilyen történelem szemlélet ellen. Én itt genealógiai szalmacséplésbe főleg azért nem bocsátkozom, mert annak amúgy is kétes eredményeit semmiképpen sem tartom perdöntőnek. Mint ahogy minden francia joggal nevetheti ki azt az együgyűséget, amely Napóleon franciaságát akarja elvitatni, mi, magyarok, legalábbis mosolyoghatunk azon a hiú erőlködésen, mely Hunyadi Jánost és Mátyást mindenáron ki akarja tőlünk sajátítani. Hunyadi János elei vla, másképpen olá, kenézek, vezérek voltak, de e balkáni pásztornép uralkodó osztályát besenyők, hunok, tatárok leszármazottai alkották, írja Bajcsi Zsilinszky. Mit bizonyít mindez, és tetejében az a tény, hogy Hunyadi János és fia Mátyás a magyar nemzet kimagasló hősei, sőt, a magyar faj tulajdonságainak, szellemének, törekvéseinek világra szóló megtestesítői és vezérharcosai lehettek. A magyar fajta csodálatos erejét, a magyar szellem lélek alakító hatalmát. Napóleon korzikai származása csak egyik alapvető tényezője az ő géniuszának. A másik a francia nemzetközösség kollektív zsenie, mely keretet, teret, szellemi tápot, ösztönzést, széles távlatot, messze célokat adott Bonaparte hadnagy bontakozó, fogékony egyéniségének, hogy a korzikai bábból kirepülhessen és meghordozza Európa minden sarkában a francia szellem és művelődés dicsőségét. Minél kevésbé volt Hunyadi vérségileg magyar, annál nagyobb és halhatatlanabb a dicsősége, hogy olyan tökéletesen tudta kifejezésre hozni és szolgálni nem csak a magyar államalkotás örök gondolatait, hanem mindazt, ami a magyar fajtának legkülönösebb vonása, szépsége, erénye, bűne. Jókai is foglalkozott a Hunyadiak származásával. Ha kell válasz azon állításra, hogy Hunyadi román vérből eredt, a válasz ez lehet. Csodás érzületnek kell annak lenni, mely mindenkit, aki Magyarországot honának nevezi, kényszerít elfeledni nemzeti eredetét és magát magyarnak vallani. Egyéb iránt a szerbek is a magukénak vallják Hunyadi Jánost. Mint védője a keresztnek, megrontója büszke tarnak, idegen nép hőse is lett, derék hőse a magyarnak. Most is vallják, egyre dalják, szerbhon ifjai lányi, gúzlicájok hangja mellett, ki volt Jankó Szibinyán. De térjünk vissza időben néhány százesztendőt. János úrfi, aki több időt tölt a király udvarában, mint odahaza Hunyadvárában, bátor vitézzé cseperedik. Írni, olvasni ugyan nem tanul meg soha, de érzéke van az idegen nyelvekhez. Fogékony a művészetek iránt, már leginkább a harcművészet köti le. Ebből pedig bőven kijut neki a fél évszázadon át uralkodó Zsigmond idejében, és még több annak halála után.
Hogy nézett ki Hunyadi János, akiről feltűnően kevés eredeti portré maradt ránk? Mátyás király udvari történésze így írja le. Középtermetű, vastagnyakú, fényes gesztenyeszínhajú, nagyszemű, komoly tekintetű, piros arcú ember volt. Minden tagja oly ékes és összeillő, hogy alakját ezer közül meg lehetett ismerni. Erkölcsei minden tekintetben a legnemesebbek voltak, mentesek minden barbár durvaságtól. Nagy híve volt a vallásnak és az igazságnak, ugyanígy a szabadságnak és a bőkezűségnek. Szerette a tisztességet és ápolta a barátságot. Kemény és emelkedett volt férfiúi lelke, tanácsa bölcs és okos. Szokása volt semmit sem tenni meggondolatlanul, elhamarkodva. Úgy látszott, nem tűzhet maga elé olyan célt, amit ésszel és ügyességgel el nem érhetne. Megfontoltsága több csatában is sorsdöntőnek, élete megmentőjének bizonyult. Az ifjú Hunyadi János kezdetben délvidéki, erdélyi magyar urak apródja, sőt, szolgál a szerb fejedelem Lazarevics István nándorfehérvári, szerbül belgrádi udvarában. Hunyadi aligha sejti, hogy éppen ezt a helyet rendelte számára a gondviselés, hogy örökre beírja nevét a világtörténelembe. 1431 őszén Zsigmond király Itáliába indul, hogy német-római császárrá koronázzák Rómában. Hunyadi János is elkíséri, és Milánóban élete fordulatot vesz. Az észak-itáliai városállamot uraló Visconti herceg palotájában fényes ünnepségeket tartanak a magyar küldöttség tiszteletére. A kortársak említést tesznek egy daliás termetű, ifjú magyar vitézről, aki a Visconti palota termeiben rendezett vigalmakon különösen kitűnt szép mozgásával, tánctudásával. Hunyadi János ez a vitéz, akire még az idősödő, de a szebbik nemet nem megvető Zsigmond király is irigyen pillant. Hunyadi a milánói hölgyek kedvenc lovagja lesz. Fehér Jánosnak, később Magyar Jánosnak hívják. Zsigmond király Filippo Visconti herceggel megállapodik. A közös ellenséggel, Velencével szemben harcoló milánói sereget magyar vitézekkel erősítik meg. Nem tudni, Zsigmond féltékenységből vagy éppen ellenkezőleg jó szándékkal cselekedette. Minden esetre két esztendőre a Viscontiak milánói udvarában hagyta Hunyadi Jánost, aki itt a távoli Itáliában alapozta meg szédületes pályafutását. Talán mégis van valami igazság a hunyadiak latin eredetéről szóló legendákban. Feltűnő ugyanis vonzalmuk Itália iránt, és folyton felfelbukkan az itáliai kapcsolat. Származásukról elterjedt, hogy latinok, ősrégi római, sőt trójai nemzetség sarjai. Maga János Urfi egy Magyarországra bevándorolt olasz, a harcban és a művészetek pártolásában egyaránt jeleskedő főúr Filippo Scolari tanítványa volt. Scolari, magyarosan Ozorai Pipo, Zsigmond kedvenc és kíméleten hadvezére. Milánó zsoldjában Hunyadi gazdag, pompás városokat ismerhetett meg, onnan hozta magával Hunyadvárába a születő reneszánsz és a humanizmus művészetének szeretetét. Ez később kisebbik fia, Mátyás örököltetőre, hiszen ő viszi majd tökére a magyarországi reneszánszt. Mátyás udvarában olasz művészek, írók, költők dolgoznak, a királyné is olasz. Aragóniai Beatrix, nápolyi királylány. Mátyás itáliai kapcsolatai erősek. Természetes fiának, Korvin Jánosnak is olasz menyasszony szemel ki, Sforza Biancát. Hunyadi János egyik harcostársának, Francesco Sforzának rokonát. Maga Hunyadi János 1448-ban olasz királyt, a nápolyi Ferdinándot, Mátyás jövendő apósát hívná be a magyar trónra. Egy szóval a hunyadiak életét át meg átszövik a latin kapcsolatok. Visconti zsoldos vezére, későbbi veje és utóda, a Sforza ház megalapítója, Francesco Sforza lesz 1433-ig Hunyadi János bajtársa az egymással vetekedő olasz városállamok harcában. Az ifjú magyar, aki feleséget és gyermeket hagyott otthon, bizonyára kiválóan harcolt a velencések ellen, mert két év múltán dúsgazdagon kell át az Alpokon Bázelbe, ahol Zsigmond éppen zsinaton vesz részt és nagyra nőtt birodalma peres ügyeivel bajlódik. Szokatlan dolog történik a viszontlátáskor. Magyarország és Csehország királya, a német-római császár akkori értéken kolosszális összeget, 1200 aranyforintot kér kölcsön ifjú katonájától. Európa leghatalmasabb ura egy közemberének lesz adósa. Hunyadi zálogul megkapja az Arad megyei papi mezővárost és a hozzátartozó marosi rév jövedelmének felét.
és királya még később is gyakran Hunyadi pénzére szorul. Így indul el a szerény erdélyi köznemes a birtokszerzés útján, és végül Magyarország egyik leggazdagabb főura lesz. Igaz, időnként nem megy ez egyszerűen. Szabályos háborúkat vív majd oda-haza a vetélytársakkal. Kíméletlen, de megszerzett jövedelmének tetemes részét a török elleni háborúkra fordítja majd. Mert Itália harcmezőjén Hunyadi sokat tanul. Itt döbben rá, milyen jelentősége van az állandó, fizetett zsoldos seregnek az elavult nemesi bandériumokkal szemben, és a gyors, rendezett hadműveleteknek a lassú páncíros lovagok összehangolatlan hadmozdulataival szemben. Hunyadi Itália harcmezői után Csehországban tanulja tovább a harcművészetet. Elkíséri Prágába királyát Zsigmondot, aki már régóta elkeseredett harcot vív a katolikus egyháztól elszakadt, saját nemzeti királyságot áhító huszitákkal. Később Mátyás királynak is alaposan meggyűrik a baja a kiválóan harcoló egyszerű cseh felkelőkkel. Hunyadi János a cseh harctereken tanulja meg, milyen fontos szerepe lehet a gyorsan mozgó, átdobható, szekereken vitt könnyű gyalogosoknak és a retteget huszita szekérváraknak. Ugyancsak a cseheknél tapasztalhatta meg a terjedő új fegyvernem, a tüzérség jelentőségét is. Itáliai és csehországi harci gyakorlatát sajnos legelébb magyar földön, magyar sereg ellen kamatoztatta. Miután luxemburgi Zsigmond fiú utód nélkül halt meg, veje Habsburg Albert lesz a király. Hunyadi emelkedik a ranglétrán, Szörényi bán lesz. Ám egy sikertelen török ellenes hadjárat után Albert is meghal. Hunyadi közben gyarapítja birtokát, mert a király képtelen volt kifizetni a fölvett hiteleket. 1440-ben a Cillei Garai Liga Albert utószülött fiát, a későbbi 5. Lászlót, Hunyadi László gyilkosát választja királynak, míg a másik párt, Újlaki és Hunyadi, a lengyel Ulászlót hívja be a magyar trónra. Hunyadi itt, Bátaszék mellett, Tolna megyében, nem messze a Dunától, szétveri a Dunántúlt megszálló garaiak seregét. A nehezen mozgatható, összezavarodó páncélos lovagok ellen Hunyadi gyorsan reagáló csapatokat vet be és győz. Hadvezéri zsenie itt, Bátaszék mellett mutatkozik meg legelőször. Az elkövetkező 16 esztendőben tucatnyi hadjáratot vív majd, főleg a török ellen. De ő is, akárcsak majdan fia Mátyás, minden alkalommal kénytelen lesz sokkal nagyobb létszámú ellenséges seregekkel megütközni. Ezért alapvető taktikája minden csatában kényszerből születik. Gyors hadmozdulatokkal külön-külön megverni az ellenség seregtesteit. De erre nem mindenütt lesz módja. 1441-ben Hunyadi Nándorfehérvár és Végszemrő között első győzelmét aratja a török fölött. Iszhák Szendrői Bég portyázó seregét veri meg. Ekkor már Hunyadi, Erdélyi Vajda, Temesi Ispán, Nándorfehérvár főkapitánya. Vagyis Ulászló, az ifjú király, jobb keze, bizalmasa. Magyarország a keresztény Európa bástyája a Balkánon, a terjeszkedő Oszmán Birodalom útjában. Zsigmond annak idején semmi Kápolynál, sem Galambócnál nem bírt a törökkel. De most fölbukkant egy alig több mint 30 esztendős, roppant becsvágytól égő tehetséges katona és politikus, Hunyadi János, akit majd a törökök csak átkozott Jankóként emlegetnek. A magyar végvári rendszer Zsigmond idejében épült ki, és a Duna és a Száva jobb partjára is átterjedt lévén, hogy a szerb fejedelmek képtelenek voltak föltartóztatni a török áradatot. A szerb, a havasalföldi, a moldvai és a bosnyák uralkodók kénytelenek hinta politikát folytatni, hol a törököt, hol a magyar hadakat engedik át. Ennek megfelelően hol ehhez, hol ahhoz pártolnak. Annak idején Zsigmond szerződés kötött Lazarevics István szerb fejedelemmel, hogy a Duna déli partján lévő várak magyar őrséget kapnak, magyar bánságok, itt főállások lesznek. Cserébe Lazarevics és utóda Brankovics György magyar zászlós urakká válnak, és magyarországi birtokokat kapnak. Brankovics és Hunyadi között a szerbek hintapolitikája és magyarországi birtokai miatt ellenséges a viszony. De a legfőbb pillanatban a Nándorfehérvári ütközet előtt majd összebékülnek. Végszendrővára, itt a Dunapartján, csak egyszer hozott szerencsét a Hunyadi háznak. János úr első csatájában a törökkel. A Rigómezei csata után majd itt tartja a megalázó fogságban Hunyadi Jánost, később annak fiát, Lászlót, Brankovics az öreg despota. Az egykori szerb főváros Mátyás idejében vészel, magyar őrségét lemészárolja a török. Pár évre rá pedig itt esik török fogságba Hunyadi János bátorsógora, Mátyás nagybátyja, Szilágyi Mihály, és innen hurcolják majd a sztambuli vérpadra. Hunyadi János tehát első győzelmét aratja Szendrőnél a török fölött.
Kisebb diadal, de jelentős. Kiderül, hogy igenis sikeresen szembe lehet szállni a magyar határvidéket Erdélyt fenyegető törökkel. 1442 tavaszán Mezitbék serege Havasalföldön át Erdélyre tör, végigdúlva a Maros és az Oltvölgyét. Hunyadi március 18-án megütközik a törökkel, de kevés a katonája, vereséget szenved. Alig tud elmenekülni. Vezértársa Lépes György püspök életét veszti. Március 25-én Maros Szent Imrénél ugyanott, ahol az első csatát vívták, Hunyadi névfölkelők élén lest vet a töröknek. Ám a csata előtt páncért cserél Hű vitézével Kamonyai, másképpen Kemény Simonnal. A török ugyanis mindenáron végezni akar a retteget hírű magyar vezérrel. Ezt Hunyadi kémje jelentette, aki Mezitbék környezetébe furakodott. Mezitbék vajdának elárulták, milyen vagy te. Milyenek önmagad védelmére használt fegyvereid ismertetőjelei. Milyen a lovat színe. És kijelölték a legerősebb fegyvereket, legkülönbül forgató vitézeket. Az lesz a dolguk, hogy elsőnek téged vegyenek körül, és a lehető leghamarabb végezzenek veled. A törökök rárohantak a Hunyadi öltözetét viselő Kamonyai Simonra, megölték, és azt hívén Hunyadi halott, diadalittasan üvöltöztek. Ám ekkor előrohant János úr, átkozott Jankó, és szétverte megdöbbent ellenfeleit. A bég is futott, de táborában őt és fiát is fellázadt, kiszabadult keresztény foglyok ölték meg. A győzelem hírére Moltva és Havasalföld fejedelmei ismét a magyarok pártjára álltak át. A Maros Szent Imrei diadal és a hős Kamonyai Simon emlékét máig őrzi egy templom, melyet Hunyadi Mezitbék elvett kincseiből építtetett. Ám a hadjáratnak még nincs vége. Hunyadi egy újabb török sereggel kénytelen megütközni a ruszka és a szörényi havasokat elválasztó erdélyi vaskapuban. Nem messze van ide Vajda Hunyadvára, a Hunyadiak fészke. János Vajda úr el volt számva rá, hogy vagy győz, vagy meghal, és számításba sem vette a futás lehetőségét. Nagy öldöklés támad, sokan esnek el mindkét oldalon, de a törökök közül többen. Hunyadi ismét győz, rengeteg foglyot, kincset, fegyvert és lovat zsákmányol, és túrózi szavaival, ettől kezdve nem csak az ország lakosai, hanem még az idegen nemzetek is kedvelték.